Püspökladány északkeleti részén található egy félkör alakú övezet. Ezt fogja körbe egy házsor, amely városunk egyetlen patkó alakú utcája. A fiatalnak mondható Sárét utcán a házak többsége körülbelül 20 évvel ezelőtt épült, és azóta egy hangulatos kertvárosi rész alakult ki ezen a területen. Kerítések nem voltak. Ezen az oldalon nem volt kerítés, de érdekes módon lopás sem volt. Kutya az volt, ami vigyázott a házra. Az utcán autóval csak úgy lehetett közlekedni, hogy a két végén, tehát befelé nem jöttünk, mert ott sártenger volt. Aztán hát fásítás kevésbé, mint egy új utca, amit kiépítenek bepucolatlan házzal. A lakók is cserélődtek azóta, hát 4 lakás kivételével mindenkinek a tulajdonosa cserélődött, de én úgy érzem, hogy most már úgy konszolidálódott a lakosság is. Fiatalok, idősebbek, középosztálybeliek egyaránt úgy kiegészítjük egymást. A Sárét utcában lévő házak tehát viszonylag rövid múltról árulkodnak, pedig ez nem így van. A Rákócziak idejében már itt húzódott a településünk legszélső házsora. A mai Kossuth és Rákóczi utcáktól keletre eső terület egészen a Nagy Érig beépült, ami a települést keletről és délről határolta. Ez a rész a Bodó nevet viselte. Mária Terézia idején megkezdődött a katolikus lakosság betelepítése. Ezeket a Bodó északi részére telepítették. Ekkor már a település, mondhatjuk úgy, hogy 3 részből állt. A Bodó északi részén a katolikus résszel, illetve a mai Kossuth és Rákóczi utcák másik oldalán pedig a Zobony nevű terület résszel. A 19. század első harmadában a települést József Nádor kapta meg ajándékban, viszont ő számára ez túlságosan távol esett a többi birtokaitól, ezért elcserélte a vallás alapítvánnyal. Ekkor már több száz katolikus lakos élt a területen, és hát a vallás alapítvány is maga római katolikus volt. A településünk számára az 1840-es év nagyon meghatározó volt. Ekkor épült meg a Bárándi út, valamint egy tragikus esemény is történt. A Bodó település rész egy tűzvés során megsemmisült. A második katonai felmérés nyomán keletkezett térképből tudjuk, hogy a Sárét utcától keletre még 3 utcányi volt az akkor kimért település rész. Az 1840-es nagy tűzvész idején gyakorlatilag ez a településrész, ez a Bodó, ez szinte teljes egészében leégett. Innen a dél irányba, délnyugat irányba fújó szél nagyon rövid idő alatt tovább vitte a lángot, és ez vezetett ahhoz, hogy az egész településrész leégett. A környező települések, a vallás alapítvány, a vármegye és a kincstár támogatásával újjáépült ez a városrész. Az akkor újra kimért utcahálózat már a ma ismert formáját tükrözte a Bodó városrésznek. A mai Sárét utcánál húzódott a legszélső házsor. Itt települt le a város legszegényebb rétege, valamint a cigányság. Innen ered a ma is ismert cigányváros elnevezés. A legutolsó, ami mondjuk úgy talán legfontosabb, nevezzük így, az 1912-es bejegyzés volt, amikor is felszólították az itt élőket arra, hogy fizessék meg a település számára az adót, vagy ha ezt nem teszik meg, akkor bontsák el az építményeiket. Hát hamarosan a település tulajdonába is került ez a területrész. Mintegy 2 évtizeddel ezelőtt épült ki a Sárét utca a ma ismert formájában. A legrégebbi lakosai között van városunk 2 elismert pedagógusa, Bárdos Lajosné és Sárvári János tanár úr is, akik nosztalgiával gondolnak a kezdeti idők nehézségeire. 92-be költöztünk ide, és érdekessége volt, hogy ez annyira új utca, hogy a postáson kívül senki nem tudta, hogy hol van a Sárét utca. És amikor bejöttem, hát a miénk volt az utolsó ház, még előtte mind üres telkek voltak, és itt a szél tényleg, mint a tanyán úgy körbefordult. Úgyhogy egy-egy viharos idő alkalmával borzasztó hideg volt, és minden se kerítés, semmi nem volt. Tehát egy ilyen úttörő munka, ami igazán az utcához köt, hogy a fele az utcának a 1-es számtól 12-ig már beépített volt.
és ez az oldala gyakorlatilag valamilyen módon tanítványaimhoz fűződik. Tehát volt tanítványaim, építkezték ide, mind fiatalok, és a tőszomszédommal együtt mi vagyunk az idősek, a többi mind olyan 30 és 50 közötti korosztály. Akkor még nagyon elvadult volt, olyan értelemben, hogy nagyon frissen hordták rá a sáréti patkóra a földet. Rendkívül kemény, agyagos talaj van ott, és ráadásul szikes is, úgyhogy semmilyen fa nem marad meg benne igazából. Többször megpróbálkoztunk vele, Kolozsi Lacival ültettünk fákat, volt amikor 50-et is, és mind az 50 elpusztult. A város is ültetett 24 darab platánfát ott a rövidebb sarkon, a Tűhegyben, én így szoktam mondani, de azok is mind kipusztultak, mert egyszerűen olyan a talaj, hogy nem bírja el. Egyetlen egy megoldás lenne, rá kellene tölteni legalább egy olyan 80-90 cm, néhol egy métert, ahol mélyebb a talaj, és akkor már megmaradnának ebben a felső viszonylag jó rétegben a fák. A szikes talaj talán annak köszönhető, hogy a mai Sárét utcától északkeletre egy időszakosan vízzel borított terület helyezkedett el. A Borbástó például egészen a folyam szabályozásokig állandó vízborítással rendelkezett, majd évről évre kevesebb víz volt benne, végül kiszáradt. Ezután az 1896-ban létesült fatelítő telep vizét vezették ide, amely ipari hulladéknak számított. Mivel lehetőséget adtak a lakosságnak, hogy itt építkezzen, ez egy bizonyos határérték alatti szennyezettséget jelentett, az utca tájegységünkről kapta a nevét. Az elnevezés az onnan ered, hogy a berettyó az kiöntések során a holdalékával megterítette ezt a területet, és hát egy vizenyős, sáros vidéket hozott létre, és ezért is emlegették úgy néhány száz évvel ezelőtt, hogy a berettyó sárrétje. Aztán ebből alakult ki a sárét. Az, hogy van a nagy sárét is, és van kis sárét is, ez pedig a két területrész elkülönését jelenti, mind a kettő öntésterület volt. Azt tudjuk, hogy a Berettyón kívül alkalmanként a Körösök, és hát a Tisza víze, amely megjelent itt ezen a vidéken. A 90-es években az utca fokozatosan fejlődött, a fiatalok bankhitelből építették fel a házaikat, bevezették a gázt, szennyvizet és végül aszfaltburkolattal látták el a régóta meglévő útalapot. Az utca tehát most már nagyon szép, de még mindig van néhány dolog, amit lehetne fejleszteni. Természetesen, mint Ladány nagy utcáinak többsége, vagy utcáinak a többsége, de ez is teljes közművel van ellátva. Víz, szennyvíz, a csatorna, a telefon, a világ, tehát gyakorlatilag minden közművel el van látva. 3 éve kapott új burkolatot az utca, mert az útalap réges-régen elkészült, és olyan rossz állapotban volt, hogy már félő volt, hogy belesüllyed a gyakorlatilag a földrétegbe. És az akkori, mikor indult Ladányban a kövesutak, vagy a földutakkal rendelkező utak kövesutá minősítése, vagy javítása, akkor kapott egy új réteget, mert a szakemberek azt mondták, hogy ezt rövidesen nem aszfaltozzuk le, akkor ez teljesen eltűnik, és örültek neki a lakók, mert gyakorlatilag közlekedhetetlen volt. Még a járdánál van egy-két problémánk, tehát ott javítani való nyilván van. Én bízom abba, hogy a következő pályázatunk, amelyik az úthálózat és a járda javítására lesz kérve, abban mi is bele fogunk férni. Bár a Sárét utca teljesen közművesített, az elmúlt 20 évben már 3-szor is elárasztotta a víz. 2010. augusztusában egy hatalmas esőzés után a keleti oldalon lévő lakások vízben és szennyvízben álltak. Ez nagyon rosszul érintette a lakosságot, hiszen kár keletkezett az otthonokban. Minket nagyon rosszul, mert mi itt az utca végén vagyunk, aztán mi kaptunk belőle bőven, mind a 2 évbe, úgyhogy nekünk teljesen bejött az udvarra, úgyhogy autóval alig lehet kiállni, meg hát a gumicsizmába járkáltunk, és hát rosszul, nekem az összes tujafám kiment 2 év alatt, és most megint félünk az augusztustól, mert mind a 2 augusztusban volt, most pucoltuk be a házat, aztán... Most félünk tőle megint, mondjak.
A vízelvezetés tehát még megoldásra vár, de ennek ellenére a lakosok nagyon szeretik ezt a helyet. Békés, csendes környezetben élhetnek itt, hiszen ebben az utcában nagyrészt csak azok közlekednek, akik itt laknak, és mindenki figyel arra, hogy portája előtt is rendben tartsa a területet. Ez az utca valóban nagyon olyan böcsületes, így jó vidékiesen mondva, és szorgos ember lakja, akik rendszeresen vágják a füvet, tehát nem csak a házuk előtt, hanem az aszfalt út túloldalán is levágják. 26 éve lakunk itt, nagyon szeretünk itt lenni, nagyon szép tényleg, csak azt tudom mondani. De bejövünk az utcára, az utca végéről, akkor is már látszik az egész. Olyan szép. Mi 10 éve lakunk ebben az utcában. Hát, miért szeretünk itt lakni? Hát nagyon jó kis utca, csendes, a szomszédok barátságosak. Fiatal szomszédunk, a szomszédasszonyunk van 2 kisgyerekkel. Aztán sógónő még laknak ebben az utcában. Úgyhogy jó. Jó. Jó tágas utca. Központhoz nem vagyunk messzire. Elmegyünk a Zrínyi utcán, vagy a Szent István utcán, és már azon ott vagyunk a központban. Úgyhogy minden közel. A Tesco közel van hozzánk. Úgyhogy a piac is közel van, minden közel van hozzánk. Jó. Jó. Meg olyan szép tágas ez a mi utcánk. Az utca által közrefogott zöldövezetben a gyerekek nagyon szeretnek játszani. Az itt élők sajnálják, hogy ez a szép nagy terület kihasználatlan. Több lehetőséget látnak ebben a részben, parkosítanák, különböző sportpályákat és újabb játszótéri elemeket képzelnek el a Sárét patkó közepén. Vagy egy lovaglópálya, vagy egy igazán nagy teniszpálya szerű, vagy egy labdarúgó játékra alkalmas olyan pályát kiépíteni középen, amit nap mint nap tudnak használni, és a fiatalok összejönnek. Nagyon nagy fájdalmunk, hogy nincs ezen a részen például kerékpárút. Amikor kisebbek voltak a gyerekeink, itt nagyon szerettek focizni, csak hát most már nem tudnak, mert annyira elgazosodott, hogy nem igazán tudnak, pedig jó lenne. Jó lenne itt egy ilyen sportpálya, vagy valami, hogy a gyerekek tudjanak játszani. Meg van itt több kis gyerek, aztán egy kis játszótér, vagy ez az, jó lenne nekik. Képviselőként nekem ugye ez kihívás ez az utca, mert a patkó alak, amit körbefog, az egy elhanyagolt terület, viszont nagyon jó terület lehet arra, hogy egy szánkózó dombot látunk most is a közepén, amit Sárvári tanár úr próbált vagy kezdeményezett, és télen a gyerekek itt nagyon nagy szeretettel jönnek, szánkóval is csúszkálnak ezen a dombon. Ezt tovább kell építenünk, és feltölteni a területet, és itt egy olyan szabadidős parkot kialakítani, ahol futópályával akár ne a pályára menjenek az emberek, mert ott mindig zavarják a sportolókat, hanem itt akár leülni játszótér, itt van mögöttünk, ugye azt már 2 évvel ezelőtt megpróbáltuk egy kicsit fejleszteni, ezt tovább kell, nyilván több játékelemmel kell ellátni, de a gyerekeknek itt biztosítani kell nekünk kosárpalánkokat, focipályát, akár homokozót a gyerekeknek. A Sárét utca lakói, mint egy nagy család, úgy élik hétköznapjaikat. Gyakran meglátogatják egymást, megbeszélik a hétköznapi gondjaikat, az egyedülállók háza elől pedig még a havat is eltakarítják a téli időszakban. Bár mindig akad tennivaló a porták körül, mindig fordítanak időt arra, hogy ápolják a jó szomszédi viszonyt.